A teveli Székelykör jóvoltából legutóbbi rendezvényük alkalmával nem mindennapi hivatással ismerkedhettek meg az érdeklődők. Igyekeznek olyan programokat szervezni, amellyel meg tudják mozgatni a közösséget és maradandó élményt is nyújtanak a számukra. Pilóta hölgy, a főhadnagy, teveli gyökerekkel rendelkezik, Tolna vármegyei hölgy, anyai részen Őcsényi, illetve apai vonalon teveli kötődésű, és ebből az alkalomból ugye meginvitáltuk, hogy tartsanak egy élménybeszámolót, ugye részben székely felmenőkkel is rendelkezik. A másik oldalon a hölgy nem akárki, mert ő az egyetlen, és a mai napig az első olyan hölgy, aki a kanadai kettes fázisú kiképzést véghez tudta vinni. Olyat tett le az asztal, és olyan teljesítményt nyújtott, ami egyedülálló, nem véletlenül mai napig is ő az egyetlen nő, aki vezetheti ezt a Falcon típusú katonai személyszállító járművet. Pontosan azért, hogy a közösség egyben maradjon, megmaradjon ez a közösségi szellem, számos rendezvényt szerveztünk, meg szervezünk továbbra is. Hát az elmúlt időszakban ugye a főtevékenység, ugye a téli szokáson megfelelően különböző népi hagyományok, húsvét, illetve a disznóvágás volt a nagyobb rendezvény. Ezen túl, tehát kifele, itt már a nyári programok is előtérbe kerülnek. Ezek a rendezvények nagy részt mind közösségi szellemépítők, közösség összetartóak, de két nagy rendezvényre készülünk, szintén szeretnénk az idén is megrendezni a Székely Magyar Nótaestet, ami tavaly is nagyon nagy sikerű volt és teltház volt, illetve hát már a 7. vagy 8. alkalom lesz a lekvárfőző rendezvényünk, amit több egyesülettel közösen végzünk, illetve versenyeztetünk meg, hogy kifőzi a legjobb lekvárt. A helyeken kívül a teveliek által szervezett programokon örömmel vesznek részt a környező településeken élők is. Jó a kapcsolatunk a többi egyesülettel, és itt a környező, tehát Kisdorog, Kégy, Nagymányok, és sorolhatnám Dombovár, de talán még a legrégebb a Vaskút. Jók a kapcsolataink, és minden egyes rendezvényen ők is képviseltetik magukat, illetve mi is megyünk, ha ők szerveznek, vagy készítenek, és meghívnak bennünket. Úgy gondoljuk, hogy igazából egy egyesület akkor működik jó, hogyha jó közösség. Ahhoz, hogy csak hagyományos népszokásokat elevenítsünk föl, az kevés, én úgy gondolom, és igazából szentül vallom, hogy a népszokásokat, népi hagyományokat meg kell élni, és csak úgy lehet továbbadni, de ez mellett a korral haladni kell, és az egyéb korosztályokat is meg kell szólítani, és azoknak is kell rendezvényeket készíteni. Tehát itt visszatérhetek, ugye minden évben visszatérő rendezvényünk a tojásfestés, ugye ami kimondottan nem mondható, hogy bukvonyai székes szokás lett van, de mondhatnánk például, hogy virágültetés az általános iskolásoknak, ahol minden évben veszünk néhány palántát, ők elő ültetik, kis táblával nevüket fölírjuk, és ők járnak vissza gondozni. Hát, ha virágon keresztül jobban oda kötődnek a kis székelyházunkhoz. Falunkban ugye működik egy ilyen német kör is, ővelük is nagyon nagyobb a kapcsolat, számos rendezvényünkön közösen veszünk részt, közösen szervezzük, főleg ha nagyobb rendezvények vannak, illetve az önkormányzat rendezvényen is mind a ketten részt veszünk. Elmondható, hogy akik nem kimondottan ilyen gyökerekkel rendelkeznek, őket is érdekli, hiszen az életünk része. Tehát nem lehet kiszedni a székely hagyományokat a magyarságéból, mert ugye igazából most azt mondom, hogy magyar vagy székely, csak egy picit relaktívabb. A székely gyökerekkel büszkélkedő főhadnagy örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy Tevelen, ahova családi gyökerei kötik, beszámolót tartson arról a hivatásról, amely számára ma már mindennél többet jelent. Gyerekkoromban még teljesen más pályát tűztem ki magam elé, közgazdasági végzettségem van, és az egyetemmel párhuzamosan kezdtem el sportrepülni. Nekem édesapám aktív pilóta Mi-24-es harchelikopteren, úgyhogy a szenvedély az így, azt nála láttam először ezt a repülés iránti vonzalmat, és hát ugye egyetem alatt én is elkezdtem, hobbi szinten először, aztán megcsináltam a civil magánpilóta szakszolgálati engedélyemet, onnantól pedig barátokat, családtagokat, mindenkit el tudtam vinni kisgéppel akkor még repülni, és teljesen magával ragadott ez az érzés, és akkor eldöntöttem, hogy az addigi kitűzött célokat 180 fokos fordulattal megváltoztatom, és én is elindulok a repülés irányába, és hogy ezt választom akkor a hivatásomnak, mert mi egyébként akármelyik pilótát, ha megkérdezzük, senki nem úgy fog nyilatkozni, hogy ez egy munka, hanem ez egy életre szóló hivatás, és ez csak tényleg nagy motivációval, alázattal, nagy kitartással, rengeteg tanulással, ezt így lehet csinálni, de ez egy ilyen földön túli hivatás, tehát hogy tényleg szó szerint ez gyönyörű, gyönyörű, amit csinálunk. Magyarországon nincs sok női repülőgép pilóta, Koller Kinga reméli, hogy karrierútja bemutatásával megmutatta a repülési szakma sokoldalúságát és kihívásait a teveli Székelykör rendezvényén.